Ha valaki még nem vette elő a korcsolyáját a szekrény vagy a gardrób mélyéről, akkor most már érdemes. Egy év kihagyás után ismét különleges helyszínen van alkalma jégre lépni annak, aki ide érkezik a Koriligetbe. Idén is büfé várja az érdeklődőket, és lesz lehetőség korcsolya kölcsönzésre is. A tervek szerint advent első hétvégéjén szombaton nyit ki a Koriliget. Még a jégkészítés folyamatát láthatjuk, ha az Icsiligetben sétálunk. A szerdára beköszöntött hideg idő, az éjszakai fagy és állandó locsolás segítette a jégképződést. Tökéletes volt, ahogy a maga a fagyasztógép is egy kicsit jobban tud akkor dolgozni nyilván hidegben, és hát a locsolás is hatékonyabb. Jó volt ez az éjszakai fagy, és az előrejelzés szerint még az az eső, ami érkezik, hogyha nem lesz hozzá túl meleg, tehát ez a 2-4 fok hőmérséklet, még ez is csak segít a jégnek a vastagításában, mert maga az alépítmény az, és a gép pedig azonnal tudja szinte fagyasztani, úgyhogy igazából csak a korizók számára lenne fontos az, hogy akkor ne essen az eső, amikor lehet már használni. Nekünk a pályaépítés szempontjából ez most ideálisnak tűnik. Az elmúlt évben a pandémia miatt nem volt lehetőség a Koriliget felépítésére, idén viszont még nincs tiltó rendelkezés. A pályát minden évben nagy szakértelemmel alkotják meg a város gondnokság munkatársai. Hetekkel ezelőtt megkezdtük a munkálatokat, ugye ezt a területet, ami ki van jelölve itt a Koriligetnek, ezt teljesen úgymond fel kell ásni, le kell fektetni a csöveket, amiben ez a glikol folyadék folyik, körbepalánkozni, lefedni, és hát ugye jeget készíteni. Amikor a csövek már nem látszanak ki, onnantól kezdve pedig így ez a néhány centiméteres vastagság a csövek fölött, ez már megfelelő arra. Most úgy csináljuk, hogy a locsolással és a fagyással szinte milliméterenként vastagítjuk a jeget. Keresztes Gábor hozzátette, ha így halad a folyamat, akkor a hétvégére eléri a jég a megfelelő vastagságot. A Koriliget minden nap reggel 8 és este 8 óra között várja a kikapcsolódni vágyókat.